Az idei jubileumi alkalmon két magyarországi horvát lány képviseli a hazai horvát nemzetiséget. Várnai Regina a drávamentiek viseletét mutatja be, míg a másik versenyző, Laskovics Vivien, a Pécs környéki horvátok gazdag népviseletét ölti magára. A lányokat az Országos Horvát Önkormányzat Kulturális Bizottsága nevezte a versenyre, mivel Regina a horvátországi Szopje városában nyert elődöntőt, míg Vivien a Baranyai Horvátok Egyesületének hagyományos kozármisleni rendezvényén hozta el 10 lány közül az első díjat. Vivien már 3 éves kora óta foglalkozik horvát néptánccal, és családjában a horvát hagyományok őrzése is kiemelt fontosságú. 5 éves kora óta aktív tagja a Szalántai Marica Kulturális Egyesületnek, akik a falu lakosságával közösen hihetetlen összefogást és támogatást tanúsítottak a szavazást illetően. Vivien 1 évvel ezelőtt kezdte meg tanulmányait a Pécsi Tudományegyetemen, és ezzel egyidejűleg csatlakozott a tanasztánc együtteshez is. Gyermekkora óta aktív tagja a helyi vallási közösségnek is. Támogatására olyan szintű összefogás valósult meg, ami eredményezte a 26.499 szavazatot. Összefogott Szalánta teljes lakossága, de hatalmas támogatás érkezett a környező településekről is, ahogy Pécs városa is nagyban segítette. Országos szintű összefogást eredményezett a magyarországi horvátoknál is, mivel a szoros verseny utolsó óráiban dőlt el a végső eredmény, mely során komoly ellenfelét Vivien közel 1500 szavazattal legyőzte. Várnai Regina és Laskovics Vivien méltó módon képviselték a hazai horvát nemzetiséget és hazánkat ezen a nemzetközi népviseletes szépségversenyen.